A VECOP versenyképes Közép-Magyarország operatív program keretében pályázati lehetőség nyílt meg, amely az óvoda nem csak létszám bővítésével teszi lehetővé azt, hogy óvodai fejlesztés történjék. Ez egy örömteli hír számunkra, hiszen korábbiakban úgy tűnt, hogy csak létszámfejlesztéssel lehetséges pályázati forráshoz jutni, és hát a visegrádi óvodának egyrésztről ez egy nagyon örömteli, hogy a nem létszám vagy csoportszoba helyhiánya van, inkább az egyéb infrastruktúrája az, amelyik hát elavult, vagy bizonyos tekintetben nincs is, tehát mindenképpen ez kiváltásnak hívja a szakirodalom ezt, amit mi szeretnénk tenni, tehát valójában egy olyan új óvodát szeretnénk építeni, létrehozni, amelyik megfelel egyrésztről a mai szabványbeli jogszabályokban elírt kötelezettségeknek is, és természetesen annak a képnek is, amit mi Visegrádon a kicsi gyerekek nevelésével kapcsolatban kialakítunk és jónak tartunk. Félegyházi András, Visegrád polgármestere elmondta, hogy a pályázat benyújtásának komoly előzményei vannak, hiszen volt egy óvoda tervezési pályázat, amelynek eredményeként eljutottak az engedélyezési terv fázisig. Továbbá az óvoda melletti ingatlant megigényelték az államtól, melynek önkormányzati tulajdonba adását minden hatóság, minisztérium és az MNV ZRT is jóvá hagyta. Már csak az átadás adminisztrációja zajlik. A polgármester hangsúlyozta, az óvodához kapcsolódóan bölcsődei férőhely bővítést is terveznek. Amivel kiegészült ez a program, az a bölcsöde, ugye várhatóan az önkormányzatoknak ismét biztosítania kell már a kicsi gyerekkorban is a gyermekek nevelését azon szülők részére, akik ezt munkába állásuk okán nem tudják biztosítani. Tehát itt az óvodához kapcsolódóan egy bölcsödei férőhelybővítést is tervezünk az óvoda alapinfrastruktúrájának felhasználásával. Tehát összességében egy óvoda és bölcsöde fejlesztésre szóló pályázatot fogunk benyújtani. Hamarosan erről döntött a képviselőtestület. Ez egy olyan pályázati konstrukció, amelyik 100%-os intenzitású, viszont így az összprogram tekintetében némi önrészvállalására is szükség lesz. Bízunk abban, hogy bele fogunk férni abba a pénzügyi keretbe, amelyikre egyébként Pest megye vélhetően nagyon sok települése is pályázni fog. Félegyházi András elmondta, a beruházás összköltsége a terület előkészítésével, a régészeti költségekkel, a tervezési, projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri és közbeszerzési kiadásokkal együtt 429 millió forint. Ebből a pályázaton belül 400 millió forint számolható el maximálisan. A képviselőtestület döntött arról, hogy a város költségvetéséből biztosítja a 29 millió forint önrészt. Április 11-től nyílik meg ez a lehetőség, mi április 11-én szeretnénk benyújtani a pályázatot. Azt, hogy pontosan a döntés mikor születik meg, azt nem tudom, de azt még tudom, hogy a döntéstől, támogatási szerződés megkötésétől 2 esztendő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a engedélyezési, tervezhetési, kivitelezési munkák lezajlódjanak. De hogy ez a 2 év el fog-e kezdődni, és hogy ha igen, akkor mikor? Erre ma még nem tudok választ adni.